Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Március 14-én nemzeti ünnepünk előestéjén a Nemzeti Színházban is bemutatják Sobor Antal Perely Uram című regénynek színpadi adaptációját, amelyet Román Károly alkalmazott színpadra, és amelyet itt a Vörösmarty Színházban Szikora János rendezett. Vendégeim pedig a Szabad Színház tagjai, megbecsült színművészei, akik szerepelnek a Perely Uramban is, Magony Imre. Szervusz, tisztelettel köszöntelek, Nagy Judit. Én is csókolom a kezed, és Csizmadia Máté. Én is köszöntöm. Nos, hát tulajdonképpen nekem Franz Bot Hóhért kell megszólítanom, Borát, illetve egy falusi srácot, egy falusi fiatalt, akiket ti játszotok. Előtte azonban röviden hadd mondjam el a nézőknek, hogy miről is szól ez. Ugye a Perely Uram az 1848-as forradalom leverésének utolsó időszakából elevenít fel egy megrázó epizódot, amikor egy kis Fejér megyei falu Csákberény, melynek maroknyi népe hősiesen védi kivívott szabadságát, jogait, a császári zsoldosok rémuralma alá kerül. A falu két lázadó papját, a református Szikszai Jánost és a római katolikus Maszbart Antalt, akik a szószékről kihirdetik a debreceni trónfosztásról szóló határozatot, a függetlenségi nyilatkozatot, perbe fogják, elhurcolják, és végül is Nagy Igmándon halálra ítélik és kivégzik őket. Röviden ennyi, de nyilvánvaló ez sokkal, de sokkal fontosabb, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy Sobor Antal prózája, egy realista próza, egyszerű tömör, viszont kivételesen drámai. Az első kérdésem mindenképpen, hogy mi volt az első gondolatotok, amikor Szikora János felvetette, hogy hiszen itt azért hozzá kell tennünk, hogy Szabó Miklós, Bence Szabó Miklós, Törzsök Márta és a többiek, Barbé Gáborék is szerepelnek ebben a darabban. Tehát amikor megérkezett a felkérés. Már régóta terveztük, hogy lesz koprodukció a Vörösmarty Színházzal, és nagyon örültünk neki, hiszen mi mindannyian ismertük Sobor Antal művét, mert nagyon jobban voltunk a szerzővel is, és Román Károllyal is, hiszen hát össze is jártunk, sőt a mi utánpótlás csoportunk, a Ribizlis gyerekszínpad, ott működött a Vörösmarty Társaság égisze alatt. És mind a két tanárurat nagyon szerettem, és hát azért is volt érdekes még, mert hogy a mi egyik utánpótlás csoportunk a Vasvári színpad, és ők mindannyian a Vasvári gimnáziumban tanítottak, és így a vasvárisok is belekerülhettek ebbe a produkcióba. Én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy Sobor tanár úr és Román tanár úr is tanított. Román tanár úr akkor, amikor Sobor tanár úr pont valamilyen könyvet írt. Imre, viszont azt nagyon is jól tudjuk, hogy te magad nagyon sok mindent csinálsz. Könyvtáros helytörténetünk, a történelmi regényed jelent meg, a szobrokat gondoztad, és természetesen rendezőként is most is az Égézőben megy egy darab, amelyet te jegyzel. Hogy fogadtad ezt a felkérést? Hát nagy örömmel, és csatlakozok Judithoz, tehát azt, hogy két megbecsült fehérvári tanárember, akik a nagybetűs tanáremberek voltak, én is ismertem őket, hogy életük után is tovább tudnak élni ezzel a darabbal. Tehát, hogy tartozik a város nekik ezzel egyrészt, tehát ez az érzés volt elsősorban, ami azon túl, hogy persze örülök, hogy játszhatok a Vörösmarty színpadon, a színházban, hogy ezeknek a tanárembereknek a műve tovább fog élni a színpadon, és nem csak a lelkekbe és akiket tanított, hanem amiket alkottak azáltal is. Egy kivételesen fiatal tehetség számára, aki egyébként azt mondjuk el a nézőknek, hiszen kevés szó esett róla, 2018-ban pontosan Judit rendezésében a Velszibárdok egy nagyszerű filmsiker volt, ott főszerepet játszottál, meg annyi szerep, ami elkísér majd azon az úton, aminek még azt hiszem ez csak a kezdete. Egy fiatal ember szemével milyen egy ilyen darab? Tanulságos, mármint mindenképpen, tehát az, hogy játszhatok a Vörösmarty Színházban, az nekem egy nagy élmény. Én nem ismertem se Sobor Antalt, sem Román Károly tanárurat, hiszen mikor mentem a Vasváriba, most is ott tanulok, addigra ők már nem éltek. Sajnos, meg nem is tanítottak ott ezáltal, és én nagyon szeretem játszani ezt a darabot.
helyesbítenék, nem falusi srácot játszok, hanem egy katonát. Ja, igen, katonát. Katonát, és végig, szinte végig a színpadon vagyok. És a barátaimmal, akik szintúgy játszanak ebben, át tudjuk ezt élni, és egy közösséget formálva egymással tudjuk játszani ezt a darabot, és tehát ez nagyon kevés embernek adatik meg, hogy ilyen fiatalon, barátaival, társaival együtt egy nagy színházi produkcióban szerepeljen. És ez nekem nagyon sokat jelent. Örülök, hogy ezt gondolod. A próba folyamatról essék szó. Ez egy kísérlet volt. Maga Szikora János is azt mondta, hogy amikor először elolvasta magát a kisregényt, és utána a színpadi adaptációt, zavarban volt. Hiszen, ahogy említettem a bevezetőmben, ez példásan tömör, ami általában is jellemezte Sogor tanár urat. Lecsupaszítva mutatja meg azt, hogy mi történt 1848-ban egy olyan kicsi településen, amiből volt nagyon-nagyon sok. Mit gondoltok erről? Hát mi ismertük a művet, olvastuk az eredeti regényt is, csak a Román Károly féle változatot nem olvastuk. Hát nekem ilyenkor, miután rendezőként is működöm, meg hát mi is rendezőként is működik, abszolút színészként kell gondolkodni, tehát én nem gondolkodhatok rendezőként egy ilyen szituációban, hanem már fogadtam azt, ami Szikora János koncepciója volt és utasítása. Az én szerepemmel kapcsolatban annyi az érdekesség, hogy Fehér Dánielné György Deák Borbála egy valós személy, aki az emlékezet szerint is a két halott papra terítette a kendőjét, csak ez a kendő fehér volt, ennyi az eltérés, hogy az előadásban az én kendőm sötétkék, de ennek technikai okai vannak, hogy ez miért lett sötétkék, de egyébként egy fehér kendőt terített a halottakra. És hát az is érdekes, hogy megtaláltuk egy soborkönyvben a mintát, ahonnan Sobor Antal mintázta a saját nagymamájáról, akit Borbálának hívtak szintén, ezt az asszonyt, és egy pusztai szépségnek írta le, úgyhogy ez nagyon megtisztelő volt, hogy ezt a szerepet osztotta rám Szikora János. És Franz Bott szerepe, mennyire a tiéd? Igen, megbíztam a kisregényt, és kísértetiesen, legalábbis a külső, ahogy leírja, nagyon jól visszaadja a színházi előadás és azt, amit a Sobor elképzelt a kisregénybe. És hát ráadásul ez egy hoppon maradt hóhér, mert végül nem ő végzi ki a két papot, viszont az a pillanat, amikor találkozik a két főszereplő és szembesülnek azzal, hogy hóhért hozott rájuk a hatalom, ez a pillanat számomra nagyon, nagyon izgalmas. Tehát én azt gondolom, hogy annak ellenére, ez egy kis szerep és egy látszólag jelentéktelen figura darabban, de mégis egy olyan ponton van, ami fontos és lényeges. És hát halatlan izgalmas számomra persze. És hát mondjuk el, hogy azért mi még ráadásul együtt játszik Sashalmi Józseffel, aki volt társulati tagunk, Kuna Károllyal végzett egy év folyamban annak idején a Színművészeti Egyetemen, akkor még főiskolán, és aztán nagyon sokáig volt ő is Miskolcon, Szolnokon, innen ismerte Szikora Jánost is, és aztán sokáig Veszprémben, legutoljára külföldön dolgozott, és most újra a régi társulatával is játszik, meg Kuna Károllyal is játszik. Hát ez szóval tulajdonképpen ez egy a fele a Szabad Színház, a igen. Másik fele a Vörösmarty. Igen. Tehát kapcsolódási igen. Pontok vannak. Viszont hogy talál kapcsolódási pontokat egy 16 esztendős fiatal, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy egyelőre a történelemkönyvekből tájékozottok, amikor a 48-49-es szabadságharcról van szó. És ahogy említettem, bizonyos vagyok benne, hogy ez a kicsi falu, ebből a kicsi faluból van másik 100 Magyarországon, ahol hasonló dolgok történtek, mint Csákberényben, illetve Nagyikmárdon. Tehát mindenképpen érdekes volt, tehát az, hogy ezeknek a katonai, tehát ezt a katonai életet ilyen szempontból felfedezni, hogy ha parancsoltak nekik, akkor parancsoltak, és bárhogy is nem lehetett saját gondolatuk. Tehát ha azt mondták, hogy ők fegyverrel üssék az embereket, akkor ütötték. És ez számomra mindenképpen érdekes volt, hogy egy ilyen szituációba belekerülhettem, hogy meg tudtam nézni, hogy egy osztrák katona mit tett, amikor itt volt, és ilyen kis falukban egyszerűen volt, hogy halálra vert az embereket.
példaértékű egyébként, ami a hozadékát jelenti, hiszen én számtalan helyen érdeklődtem, hogy miként tetszett, hogyan, és voltam Csákberényben azon az emléknapon, amikor ezzel foglalkoztak, és kiderült, hogy Csákberényben Jószerivel ma már, hála Istennek teszem hozzá, mindenki tud az eseményekről, a történésekről, teljes egészében magukénak érzik. Én azt gondolom, hogy ha majd Csákváron is lesz bemutató, ha Isten is úgy akarja, meg az építők, ha elkészül a művelődési ház, akkor bizony ott is nagyon sokan lesznek. Ez megerősítést jelent számotokra? Mármint a közönség visszajelzése? Igen, igen. Csákberényiek egyértelműen azt jelezték vissza, hogy ők tudnak azonosulni, sőt, velünk tudnak igazán azonosulni, hiszen hogyha figyelmesebben nézi meg a szemlélő a szereposztást, akkor Szikora János arra törekedett, hogy a Vörösmarty Színház művésze inkább az osztrák hadsereg tagjait alakítsák. Nem voltak egészen annyian, tehát tőlünk is vannak azért az osztrák seregbe is, de dezertőrök vannak. És hát a Szabad Színház nagy része viszont a falusiakat alakítja, és hát nagyon kedves volt a csákberényektől, hogy többek között Benkő Andi is csákberényi, aki ugye az MTV a rádiós újságírója, és ő is azt csatolta vissza, hogy tud a falusiakkal velünk tudnak azonosulni nagyon. És hát én is magam is ennek a történetnek a kapcsán tudtam azt meg, hogy Fejér megyében még voltak papok, akiket kivégeztek, de hogyha most nincs ez a színpadi adaptáció, nincs ez az előadás, akkor lehet, hogy én úgy hallok meg, hogy ezt nem is tudtam volna. Igen, hát ez kivételesen fontos volt, így is, úgy is. Amikor arról beszélünk, hogy ez mennyire fontos, én azt gondolom, hogy nagyon jó a választás. Mekkora kihívás a nemzeti? Ritka, hogy egy amatőr, ezt nagyon is idézőjelbe teszem, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy milyen profi előadások születnek az igézőben a Szabad Színház színészei, de mégis a nemzeti, ezt nagyon jó kimondani, és ráadásul egy olyan ünnepen, ami szent ünnep számunkra, vagy az előestén, de ez ebben az értelemben mindegy. Mit jelent a nemzeti, mekkora kihívás? Hát én azt gondolom, hogy ugyanolyan, mint más színház, inkább az a plusz, amit ad, hogy csak egy van. Tehát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés szerintem, hogy a nemzeti ünnep előestén játszhatunk, és ráadásul egy olyan darabot, ami méltó ehhez az ünnephez. És hát én, amióta tudom, hónapok óta számolom vissza a heteket, hogy mikor lesz. Hát én nagyon sok színházban játszottam, hiszen én egészen fiatal korom óta játszom különböző színházakban, és hát régebben sokkal szorosabb kapcsolata volt a Vörösmarty Színházzal, a Szabad Színháznak is. Más koncepció, rendezői koncepciók érvényesültek akkor, és így aztán sok budapesti színházban is játszottam. Viszont akkor nem volt azokban az időszakokban épp nemzeti színház, hiszen az nem olyan régen épült újjá. És amikor viszont újjáépült, akkor a bemutatón ugye pont az ember tragédiáját próbálták, Szikora János rendezésében, és én akkor voltam a Nemzeti Színházban legelőször, amikor még nem adták át, hanem csak ezt a próbát néztem Paprával és Szarvas Józseffel, és nagyon nagy élmény volt. Nekem egy kicsit az volt furcsa, hogy olyan nagy monumentális színház volt, és én beljebb is egy nagyobb játékteret képzeltem el, és az épület méretéhez képest a játéktér, a színpad és a nézőtér mérete nem olyan monumentális, ez olyan, mint egy másik átlagos színház, hanem inkább a polgári terek, a közönségnek a közösségi terei nagyok. Lehet nézni szünetben a Dunát, lehet beszélgetni, tehát egy igazi polgári közösségi térré van szervező, és akkor értettem meg először, hogy ez milyen fontos a színházba járó polgárok számára, hogy tudjanak egymással beszélgetni, és végre nem az van, mint egy másik kisebb belvárosi pesti színházban, ahol így kell élére állva, mint a heringek, fogni a saját kis martinidet, vagy pesgődet a szünetben, hogy magadra ne öntsed, vagy másra éppen
összerontva a másnak a szép ruháját, tehát hogy itt aztán tényleg van tér a beszélgetésre. És nekem nagyon tetszett egyébként belülről ez az épület. Máté? Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amikor elkezdtem ezt a színjátszást, nem is tudom, pár éve. Még gyerekként? Még gyerekként, igen, tehát ilyen 4-5 éve, akkor egyáltalán nem gondoltam volna, hogy most pár hét múlva, pár nap múlva a Nemzeti Színházban fogok játszani. Igen, Máté evangéliuma. Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen, ugye? És mit mondanak az osztálytársaid, barátaid? Tehát ők tudják, hogy ezt csinálom, és egyre jobban támogatnak is. Tehát az volt az érdekes, hogy először nem is tudták elképzelni, hogy mi ez, meg hogyan van, és mióta tényleg több darabban játszok, amit köszönök, és mióta a színházban is játszom, azóta sokkal jobban néznek rá, és tényleg segítenek, hogyha nem tudok úgy készülni órákra, átküldik az anyagot, bármit, tehát jól fogadják és segítenek tényleg. Visszatérve, amit Judit mondott, Szikora János megjegyezte nekem egy beszélgetésen most, amikor felkerestem, hogy megbeszéljük, hogy mi történik a rendező szemével a Nemzetiben, hogy azért valamennyit változnia kell a darabnak, hiszen nagyobb a tér a Nemzeti Színházban. Erre miként lehet készülni? Hát azt gondolom, hogy minden színésznek megvan erre a rutinja. Hát hogyha hosszabbak a távolságok, akkor ott a végszavaknál kell vigyázni, hogy előbb kell indulni, mint ahogy azt megszokta, mert hosszabb útvonalon kell beérnie ugyanarra a végszóra, meg hogy a darab ne veszítsen a ritmusából, feszességéből, ezért nagyon kell egymásra figyelni, meg esetleg gyorsabban, dinamikusabban lépni, vagy futni, vagy mozogni, hát attól függ, kinek milyen szituációban van éppen része. Most én, ha rajtam múlik, ott leszünk természetesen, nagyon-nagyon várom már egyik oldalról, és most néhány szó esik arról, hogy mire készül a Szabad Színház a következő időszakban, mert ez is fontos számunkra. Hát most nagyon sok mindenre készülünk, rögtön a jövő héten lesz a Velencei Karnevál, ahol mi leszünk a hangulatfelelősök, egy reneszánsz karnevált próbálunk hangulatossá tenni, és lesznek olaszországi vendégek is, úgyhogy nagyon izgulunk, hogy jó véleménnyel legyen a mi kis velencei tavi karneválunkról is. Aztán ezt követően március 2-án lesz a fehérvári farsang, farka, ahol egy farsangi felvonulást szervezünk. Ez most már szintén hagyományos, ugye Fehérváron az asszony farsangnak van hagyománya, de miután a főutcán viszonylag kevés a pince, így mi úgy innováltuk ezt a fehérvári asszonyfarsangot, hogy fiatal asszonyokat hívunk, várunk babakocsikkal, és aki ezeket a babakocsikat fel is díszíti farsangi formára, az valamilyen jutalomban is részesül. Aztán színházi előadásként a Kortárs Művészeti Fesztiválra Mika Müllyahó, akinek a Káosz című előadását megcsináltuk, darabjával, a Pánikkal, ennek a férfi változatával, mármint hogy a Káosz férfi változatával, a Pánikkal készülünk. A pánik a férfiak pánikbetegségéről szól, hogy ezeket a hétköznapi káoszokat milyen pánikokban próbálják túlélni. Derűs történet lesz, és hát már javában zajlanak a próbák. Aztán készülünk Korziumra, ami Florália, rövidesen. Igen, a Floráliára, aztán a Hetet Hét Játékfesztiválra, ami szintén nagyon izgalmasnak ígérkezik, ott az idén a szám misztika lesz a tematikája a Hetet Hét Játékfesztiválnak. És hát még egy 56-os darabot is színpadra állítunk idén, ezzel szeretnénk kora őszre elkészülni, ez pedig szintén egy helyi szerző műve, Urbán Péter, a Három Endrődi című előadása, aminek három férfi főszereplője van, a legfiatalabb épp Máté. És mit is csinálunk még ezen kívül? Ja igen, még a Média Hatás című darabot, amivel szintén tavaszra szeretnénk elkészülni, ez kifejezetten egy iskoladráma lesz a média hatásáról szól. Köszönöm szépen, jó próbaidőszakot
kívánok mindnyájatoknak, és hát alig várjuk március 14-ét, és természetesen a lehetőségünk nyílik rá, akkor ott vagyunk a darabokon, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Mi is köszönjük. Mi köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a Szabad Színház művészei voltak a vendégeim, és arról beszélgettünk, hogy március 14-én a Nemzeti Színházban is bemutatják Sobor Antal Perely Uram című regényének színpadi változatát Szikora János rendezésében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, további szép estét, viszontlátásra!